Na, jó reggelt! Hát kicsit jobb idő van, de a szél még mindig fúj. Nézzétek csak! Itt a csapat! Itt a csapat! Megérkezett! A nagy lakomára! A nagy lakomára megérkezett a csapat! Azt a mulcsozott részt találták meg maguknak. Tegnap ott vastagon le lett mulcsozva még télen szalmával, meg trágyával. Nem jó ötlet, szóval itt ezt nem lehet csinálni. Tegnap a szalma tetején százával voltak a csigák. Egy kicsit megdúrtam, alatta minden tele volt. Szóval én mindig azt mondom, persze, jó a mulcsozás, de hol van csiga, meg se próbáljátok a mély mulcsot. Főleg nem, hogyha nincs kacsátok. Felejtsétek el. Tönkre vágjátok a kertet csak. Csak hát ezt azok a fanatikusok, mert tényleg vannak olyan fanatikusok, akik annyira bele vannak bolondulva a mély mulcsba, hogy isteníteni tudják, csak a visszaütőjét azt nem szeretik nagyon elmesélni, hogy van ám visszaütője. Persze, azoknál, akiknél nincsen csiga, azok tudnak a leghangosabban ordítani, de milyen jó, mert a csiga meg, ez ilyen nitrogén, meg ez, meg az. Nincs csigájuk, bazd meg, nagy pofával lehet hőbörögni. De akinek van csigája, és kipróbálta a mély mulcsot, az tudja, hogy miről beszél. Csak azok nem az meg, akik mély mulcsoznak, és nincs csigájuk. Azok tudnak hőbörögni. Na, utálom az ilyen izét. Ezt a fajta embert, aki nagy pofával ugat, és az egyetlen egy spanyol csiga nem volt még a kertjébe. De meg tudja magyarázni, mert... Na, négy napja levágtam a hüvet, bent itt az udvaron, és az egyik ilyen, hát ennél többet kivittem, vagy kettővel kivittem, a kertbe mulcsoztam vele, és aztán elkezdett esni az eső, itt hagytam ezt, tehát felpakoltam, azt itt hagytam. De most 3 napja itt áll, de már elkezdett rohadni. Szóval ez már mulcsos. A csöpök belőle a víz, meg ilyesmi. Ma elég büdös is most már. Viszem ki innen a francba. Meleg is. Hóha! Ez már ezért meleg. Ja, ez már rendesen érződik, hogy meleg. Na, kiviszem innen a francba. Azt, hát nem tudom. Lehet, hogy kicsapom az ezére. Komposztra. Kutyám, menj innen! Jó, bolond szél van még mindig. Na, végül is mulcsozásra használtam a levágott füvet, de már nagyon be van indulva, és jön a szél. Pedig akartam nektek mutatni valamit, nézzétek csak a rózsáim, amiket ide ültettem. Hát tök szépen megfogantak. És úgy látszik, hogy itt a tavasz is. Itt a tavasz. Most már lassan lehet, hogy május lesz. Vagy valami ilyesmi. Mert az eperfa hozza az első leveleit. Az eperfa is beindul már, jaj. Hát pedig azt kell mondanom, hogy ez a fa most már 6 éves, és annyi gyökere biztos van, hogy eleget tudna szedni magának. És nézzétek meg, nem kapott eleget. Viszont elkezdett kikelni a bab. Jaj, de jó lesz már. Kikel a bab. Na jó van, úgy döntöttem, hogy én még kiganézem azért a kacsák helyét. Még tudjátok, mit kellene csinálnom? Kellene építeni egy csirke olféleséget a kacsák melletti
istáló részbe, vagy ol részbe. Szóval meg kell mondani nektek őszintén, hogy nekem egyetlen egyszer voltak eddig csirkéim, mikor tanyán laktam Cegléd mellett. Akkor is japik voltak, és a japikat, akik ismeri, eléggé önfegyelmű egy állomány. Sokszor be se jöttek éjszakára, kint aludtak valahol a tetőn, vagy a fák tetején. Csak télen mentek be a helyükre. És hát, ott sok minden nem üzéltem vele. Szóval tojtak oda, ahová akartak. Szóval tényleg ilyen eléggé hiába etettem őket, minden nap adtam nekik kaját, nem jöttek be, el voltak a kertbe. Szóval ötleteket várok, hogy mit tudom én, szeretnék valami olyasmit csinálni, ami tényleg nagyon tetszik a pipiknek. Láttam ma olyat, hogy de az nem jó, mert akkor nyáron megszoknák, hogy kint vannak, és akkor télen nem tetszene nekik. Szóval én már láttam olyat, hogy ilyen cölöpökön álló házikót építettek a pipiknek, és akkor ott laktak benne, de hogy télen is, mínusz 20 fokba, nem tudom. Inkább jobb lenne bent, már csak a róka miatt, bár az ilyen cölöp házakat, hogy az ember jó megcsinálja, akkor a róka nem gond. De azon izélek, hogy oda bent kéne csinálni. De nem egy ilyen, valami jót, valami szépet, valami tényleg, ahol a pipik azt mondák, ez az első osztályú lakosztály. Szóval nem igen tudom, hogy csináljam, szóval a földet ne szalmázzam, vagy hozzak inkább izét, forgácsot aláljuk, vagy hogy csináljam, valami tippeket adjatok már, légy szíves, nem akarok, mint valami hülye nekiállni. Csirketartásnak szeretném, hogyha a csirkeim jól is éreznék magukat, és egészségesen. Tojóládákat a földre, vagy magasabbra, vagy nem tudom, szóval. Egy biztos szeretnék az idén tényleg most már csirkéket beszerezni, hatodik, ha szakad. Úgy körülbelül azt szeretném, hogy legyen egy, mit tudom én, 4-5 úgy hívják, csirke meg egy kakas. Bár a kakas nem muszáj, mert szaporítani nem akarom őket, az egyik az, a másik meg az, hogy nekem van nagyon rossz élményem kiskoromból, szóval általában úgy, mint a legtöbb öregnél, úgy volt, hogy a tyúkudvar végében volt a pottyantós, és át kellett mennem a tyúkudvaron, hogy bejussak a klotyóba, és a kakas állandóan megtámadt, mindig megtámadott, össze-vissza csipkedett az a szarházi. És azóta nem vagyok kakaspárti. Bár tudom, nem minden kakas hülye, de hogyha én kifogok egy kakast, ami hülye, akkor mi van? Szóval inkább nem akarok kakast. Bár a kukorékolását imádom a kakasnak. Hát lehet, hogy lesz megint, lesz egy kakas, de lehet, hogy lesznek nagy tyúkok, meg egy japi kakas. Na, mindegy, majd kigondolom ezt a kakasos dolgot még, de minden esetre a csirkéknek, hogy azt tudom, hogy kell nekik homokot berakni, hogy ezért fürödni tudjanak, meg anyám kénye, szóval egy nagyon-nagyon minimális ezém van a tyúkászatból, de hiába volt tyúkom, mondom nekem, jappink voltak, azok meg azt csináltak, amit akartak, szóval azok éjszakára nem jöttek be. Volt olyan, hogy eltűnt a jappi, már arra gondoltam, na megette biztos a róka, aztán egyszer csak elejött egy halom kis csibével. Szóval nem tudom, lehet hülye kérdés ez így.
De mindegy, akkor is, aki tart csirkét, és nem úgy tartja, hogy nem le van szarva, hanem ad egy kicsit a pipijeire, az adjon ötleteket. Mit szeretnek a pipik? Viszont nem lesznek együtt a kacsákkal, az a biztos, mert a kacsák azok izé, azok vizeznek, meg pancsolnak, meg más kaját is fognak kapni a csirkék. A csirkék kukoricát kapnak, a kacsák meg egy speciális tápot. Na jó, megyek, azt kiganézok. Ebben a nagy szélben úgysem lehet nagyon sok mindent csinálni, úgyhogy elrendezem a kacsákat. Viszont úgy sajnálom, ez a bolond szél levert egy rakás szilvát, egy rakás almát. Hát szóval, mármikor az ember azt hinné, hogy jaj, de jó, mennyi minden lesz, aztán nesze neked. Milyen jó már, amikor az ember traktorral eljön itt a pici fa mellett, és leszedi a cseresznyét. Hát nem tök jó. Sok nincs rajta, de ezen a fán minden évben van, szóval nagyon jó kis fa. Majd ráoltom a másikra. Na, régen itt is kacsák voltak, mikor még szét kellett őket választani, akkor itt is azok voltak, de már régóta nincsen két csapat kacsánk. Szóval ez lenne itt a csirkéknek a helye, mint látjátok, a patkányok kitúrták, de mióta visszatemettem, a lukakat nincs új túrás, szerintem a cica, ami idejárt, kiirtotta őket. Van egy ilyen ilyen fa, a kacsák ezen járkáltak, hogy ne mindig vízbe legyenek, ezt innen kivágom, ezt is valószínűleg innen kivágom. Nem tudom, szóval pontosan nagyon nem tudom, hogy fel tudom kell valami létrát csinálni, ahol alszanak, meg nem, pontosan nem tudom, hogy csináljam, hogy jó is legyen és tetszen is nekik. Na, minden esetre előbb megcsinálom a kacsákat. Költözik a bazár, csak még nem tudom pontosan, hová tegyem. Egy biztos, nagyon jól érzi magát ebbe a földbe, amit akkoriban kevertem. Szóval aki nem látta ezt a videót, mikor ezt elültettem ide, szóval ez a bokor például akkor, mikor el lett ültetve, már majdnem ki volt pusztulva. És most pedig már új hajtásokat is hozott. Ezek már új hajtások itt. Ez is hozza az új hajtást. Szóval, ahol volt, az tetszik nekem. Ja igen, és ez a bokor is már majdnem ki volt pusztulva, és nagyon szépen megemberelte magát. Szóval lehet azt fogom csinálni, hogy szétültetem a hármat, három ilyenbe. Télen is ebbe volt benne, nem volt semmi baj. Szóval, gondolkozok azért rajta, hogy kiültetem rendesen földbe, de akkor ásnom kell egy legalább ekkora gödröt, mint ennek a fele, és kicserélni a földet. Szóval ez a föld, ami ebben benne van, körülbelül fele-fele arányban van. Rodécsien föld, vagy Rodaodon, nem tudom nálatok, hogy hívják. És a másik fele pedig a parkolóból a vágott fák, amiket levágok fákat össze, vagdalok fának, ennek a külseje háncsa. Szóval fenyőfa háncs és rodeodon föld összekeverve, semmi más nincs benne, és ahogy látjátok, jól érzik magukat benne. Na, szóval jó savanyú föld, azon gondolkozok, hogy oda teszem, mindjárt megmutatom. Jaj, szóval először arra gondoltam, hogy ide rakom, de nem, mert a traktorral körbe tudok menni, még vágni a füvet. Itt viszont már kézzel vágom, és azon gondolkozok, hogy ide teszem, mert félig meddig, szóval félig meddig jobb, hogyha nem a tűző napon van. Viszont itt nem tudom, hogy mennyi árnyékot kap. Túl sokat biztos nem. Bár ez a kisfa egy kicsikét ad, az akáca sajnos kitörte a szél. A nagy fa ad egy kis árnyékot, aztán lehet semmit nem ad a nagy fa.
Akkor szóval nem sok árnyékot kapna. Akkor még van egy másik megoldás, hogy hová tehetném. Az a lényeg, hogy nem lehet az útba, hogy a traktorra tudjak forgolódni, vágni a füvet. Szóval félig meddig árnyékba, ide a fa alá, útba van. Teljesen árnyékban nem akarom tenni. Itt nem jó. Hát nem tudom. Nem egészen tudom, hogy hová tegyem. Lehet, hogy mégis ide tesz, nem teszem ide. Hová tegyem? Mindenesetre még az lenne, hogy ide tenném. Ja, az is egy megoldás, hogy ide teszem. Csak az a baj, hogy itt akkor nem tudom körbe menni. Meg útba lesz, hogyha szedem a somot. Nem jó. Gond, hová tegyem? Hová tegyem? Egy olyan helyet kéne kitalálni neki, ahol aztán örökre maradhat. Lehet, hogy mégis ide rakom egyenlőre, és még az is lehet, hogy itt kiások egy gödröt, ott és ott. És akkor itt majd a rózsa benövi az egyik oldalról, ez a bokor is egyre nagyobb lesz. Az is jó. Alatta azért nem vágom a füvet, mert virágok vannak elültetve még tavalyról, és még lehet, hogy lesz belőle valami. Hát szerintem ez egy jó megoldás lenne itt sorba, hogyha az ember szaporítaná is. A kisgéppel el tudok jönni, levágni a füvet, itt nem vágom úgyse. Na, leraktam egyenlőre, és ráraktam a kerítést, hogy ne legyen baja. Ó, mit akarok csinálni? Ja, igen. Valamelyik nap, lehet, hogy holnap szétültetem őket három részre. Hát, gondolom a nagyságát, ahogy ezeknek a bokroknak ismerem, körülbelül 1 méter távolságra lesznek ültetve, szóval 3 jókora gödröt. Ások, rodaodon földem van valamennyi, nem tudom, talán egy zsákkal, az elég lesz, és akkor hozok izét be a parkolóból, ott van egy rakás izé a legutóbbi favágásból, háncs, meg minden, és akkor szétültetem ide, és akkor a parkosításom megint egy darabbal arrébb lett. Ja, amúgy az izét kibontottam mind a kettőt. Látjátok, ez is ki van bontva. Jaj, de szépen szaporodik már. És itt van a kis jappánt is kibontottam. Így, hát ha csak jobban fog fejlődni. Nem nagyon értem, hogy így van. Na, szóval a kis jappán is akkor most már fejlődött. Ezt bemulcsoztam ezzel az izével, mulcsal. Látjátok, vetettem. Hát minden fa aljába vetettem valami virágot, de hát most vagy a pockok, vagy a kacsák valamik tönkre vágták a legtöbbet, mert nem nagyon láttam, talán még egy helyen láttam, hogy van. Hú, nagyon büdös ez a félig elrohadt fű. Aj, de jó az a hely, nagyon csippantom ezt a helyet. Még itt az a jó is, hogy szélcsend van most. Máskor egy kicsit ide fúj a szél, most meg pont jó szélcsend van. Na, megszokhattátok tőlem, hogy megmondom akkor is azt is, hogyha valami nagyon szarul sikerült. Na, eddig mindig azt ajánlottam mindenkinek, hogy szedjétek össze a fűmulcsot a szomszédból. Szedjétek össze a leveleket a szomszédoktól. Hát, most azt ajánlom, hogy inkább ne. Szóval nem biztos, hogy jó ötlet. Nézzétek meg, nekem itt soha nem volt a kertemben, szóval ez a fajta folyondár fű soha nem volt itt a kertben. És nézzétek meg, a mulcsozott terület tele van vele. Tehát sikerült valamivel, vagy fűmulcsal, amit áthoztak a szomszédból, vagy pedig a levelekkel sikerült betelepíteni ide a kertembe.
És akkor most már mondhatnám, hogy van nekem is folyondárom. Hát, az egyetlen jó ebbe az egész mulcsozásba, hogy nézzétek meg, nagyon, nagyon könnyen ki lehet szedni, de beleszakad a folyondár, tehát remélem, hogy sikerül kiirtanom újra. Viszont jó mulcsanyag lesz, az biztos. Szóval, kitakarítom ezt itten. Amúgy találtam egy belga oldalon, találtam fóliavázakat, ami nagyon jó árban van. Tényleg nagyon-nagyon jó árban vannak a vázak, profi vázak, de szóval csak a váza. De viszont nagyon jó árban van, és gondolkozok rajta, hogy 2-3 vázat veszek. Szóval egyet ennek a helyére, hogy a káposztáknak meglegyen, és egyet paradicsomnak, és egyet pedig paprikának, hogy nyárára a paradicsom és paprikákat bevázazzam. Szóval rátegyem. Amúgy gondolkoztam azon is, hogy ha ilyen fólia vázat megvennétek a káposzták védelmére, mivel a legnagyobb bajt a káposztalepke okozza, lehet, hogy az a zöld háló, amivel én a madarak ellen védekezek a ribizlinél, lehet, hogy még az is visszafogná. Szóval a lepkét biztos, hogy visszafogná. A kérdés az, hogy a poloskákat visszafogja. Szóval az már nem biztos. Szóval ez a profi háló, ez jobb, ez biztos, hogy sokkal jobb mindennél, de ha nincs pénzetek, vagy nem akartok költekezni, vagy mit tudom én, akkor kipróbálhatnátok azt is. Hát a paradicsom védelmére az biztos, hogy elég lenne a zöld hálum. Na jó van, nem szövegelünk, hanem azt hiszem, hogy van mit csinálnom. Jó, így néz ki, amikor a szomszédból hordja el az ember a füvet, meg a jóságot. Kitakarítom és megnézem, hogy hogy néz ki, de hogy látszódik, szóval nagyon nagy rágás nyomok nincsenek rajta, tehát csiga nem lehet nagyon itt bent, valami van, ami néha itt-ott megrágja, de a fene se tudja mi az, de majd mindjárt kiderül, vagy nem. Na, ezzel készen vagyok, megyek, megfürdök, letusolok, mert mikor itt bent vagyok, mindig összeszerek egy rakás kullancsot. Itt-ott láttam, hogy csiganyom van, szóval csigák rágták meg a káposztaféléket, főleg a karalábét tönkre vágták, az összes szép karalábét. Valamelyik nap, még egy hete, vagy hogy asszonynak mutattam, annan nézed már milyen szépen fejlődnek, szana szét vannak rágva. Úgyhogy beszórtam nekik a csigaírtóból rendesen. Remélem segít. Hát, a többi káposztafélére nem tudom, hát még egyenlőre szépek, jó minden, de nem, szóval még eddig nem nyert el a tetszésemet ez a mulcságyás, egyáltalán nem. Szóval káposzták nem fejlődnek olyan iramba, mint ha normális földben lennének, szóval egyenlőre nem. Lehet, hogy tényleg az lesz, amit már mondtam, hogy egy ilyen ágyást meg kell csinálni, és várni kell egy évet, hogy beérjen, mert másképp nem működik. Mondjuk most már a fa része az már beindult, szóval ebben már van táptalaj, de ez még nem az igazi. Na, de majd megnézzük. Szóval még így elsőre még most nem lehet megmondani, hogy milyen, majd évvégén megmondom, hogy mi a gondolatom erről az ágyásról. Meg jövőre újra itt lesz, úgyhogy egy-két évet mindig letesztelek, mielőtt azt mondom, hogy ez jó, vagy szar. Na, bezárom, aztán elmegyek tusolni. Na, egy figyelmeztetés. A nátronnal, hogy hívják, szódabikarbónával permetezitek a növényeket, ne rakjatok bele túl sokat. Nem mértem ki, hogy szoktam csinálni, szóval egy literhez körülbelül egy
evőkannállal szoktam tenni. Most meg 2 literhez, hát nem tudom, így fogtam, azt pont beledobtam. Szerintem jóval több volt, és ez az eredménye. Persze, magában nátron ilyet nem csinált volna, de még jött hozzá az eső, vagy az nem az eső, hanem a napsütés, és a kettő együtt csinál ilyet. De ami nagyon nem tetszik, nézzétek meg, nátron, gombaírtó, és itt van rajta megint. Hát szóval egyszerűen lehetetlenség, szóval nem lehet kiirtani. Hát milyen izé ez? Sajnos megy tovább még megint. Ez, hogy nem terem, hanem szárad lefele. Szóval még mindig nincs itt a következő. Szerintem fog, nézzétek meg, szerintem tudjátok, mit csinálok, kivágom ezt a uborkát innen, a farakásba, mert hát itt az első úbi, nézzétek, itt. Én már majdnem kidobtam, és ott egy uborka rajta, hát nem tudom, na. Te ki vagy itt, ha? Bogarantyum, te mit csinálsz itt, te naranyom? Eltévedtél? El vagy tévedve, mi? Na, menjünk egy kört, nézzük meg, hogy a kacsák jól viselkedtek-e, de szerintem jól, mert nem bántották. Szóval nem szedték le a földi epret, ott se nyúltak hozzá. Akkor találtak eleget enni. Valószínűleg bezabáltak rendesen csigából. Hú! Na ja. Még egy kört teszek. Szerintem nem bántottak ezek semmit. Ja. Nem szoktak. Tavaly se bántottak semmit, akkor az idén miért bántanák? Na. Hú. Elég volt mára. Nem próbálták meg ezt se bevenni maguknak. Tehát jól elkerítettem. Nem szabad, hogy belemenjenek, mert akkor csak gyorsan tönkre vágják. Nézzétek már, még a végén beérik a josta itt. Nézzed már. Ott a josta. Egy-két nap beérik. Ó! Az milyen franc? Tudom, amit felejtettem el. Kötelet akartam hozni. Ez mi? A szőlőt kötözni. Ki kéne kittat kötözni a szőlőt. No! Itt voltak a legtöbbet máma a kacsák. Jó is volt, mert itt ez a takarás, ez rengeteg sok csiga volt benne egy napja, de ott a csiga, ott vannak a csigák szerintem. Holnap se fognak éhezni a kacsáim. Szóval bele fog telni egy pár napba, mire ezek elintézik az egész környéket, lerendezik, hogy ne szaporodjanak itt ezek a dögök tovább. Hát, takarás lehet felesleges volt. Szépen a kicsit jobb idővel elkezdtek nőni fölfele a parik. Hát, az okra az nem nőtt ki sajnos. Sehol nem látok egy szál okrát se. Azt hittem, hogy lehet, hogy még talán mégis utóú fejlődés következik, vagy valami ilyesmi, és akkor kijön, de sajnos nem jött ki. Nem horoltam ki, mert látjátok, itt nő a virág. Tehát úgy voltam vele, akkor hogy nőjön. Majd közé vetem az okrát. Ugyanígy fogom megint. Ha megérkezett a Gál Tomitól az új mag, akkor majd elvetem. Hát ki tudja. Ki tudja, milyen lesz ez az év még.
Elég sok gondot okoz, nézd meg, ott van a rohadék. Takarodj innen elfele! Mondom, én nem volt jó lemulcsozni. El tudnak bújni ezek a dögök benne. De itt volt valamelyik este, mikor így kint voltam bezárni mindent. Itt volt rengeteg sok csiga. Nézd meg, ott a fogó. Nem fog már hetek óta semmit, és itt rágta ki a pocok, az uborkát. Szóval egyszerűen, de mindenhol áll, mindjárt mutatok olyat nektek, ne féljetek, hogy elálltok. Eláll a szálatok. Jaj, különben napok óta nem szedtem már ezért. Bogarantyút. Elég jól áll az idén. A krumpli eléggé bogármentes. Szépen egy része virágzik is. Na, ott vannak az első cukik. Nézzétek már. Oj, hogy nézel ki, szegénykém. Jaj, 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 jaj. Na, az első cukik, itt egy, meg ott egy. Nézzétek, egy kicsit legyen jobb idő, és hogy beindulnak a virágzással egyből. Papuskák, papricskák. Nézzétek, ez szépen megemberelte magát, ez a cukkini, ez jól néz ki. Jó volt tőlem ez a meggondolás, hogy ketté vágtam a hálót, mert így könnyebben át is tudok rajta lépni. Nem kell mindig annyit szenvedni át, ha mászni rajta. Ott is ott ez a fogó. Nem fog semmit. Ez elég érdekes ám, hogy nem fogok, hát nem tudom, az idén talán egy vagy két pocokot fogtam meg. Hát nem fogok pockot, de itt-ott csinálnak elég rendesen károkat már. Hát, ilyen ez na. Hát, ott is ott a cuki. Olyan annyira sok cukinit vetettem az idén. Nézzétek meg, lehet elmegyek, veszek még egyszer magot, és vetek még egy adagot, mert de direkt be, mert hát most már nem lehet más csinálni, szóval sok mindent direkt be el kell vetni. Jön a nem jó. Itt mi van? Na ezt nézzétek meg. Mit csinált ez a rohadék? Látjátok ott a Jancsikat. Itt sorba szedtek, itt kiszedett egyet, ott kiszedett egyet, ott egyet, ott egyet, ott egyet, ott is kiszedett egyet. Ez sorba szedi ki, itt a járata, beleraktam a fogót és nem megy bele. De biztos, hogy mindjárt itt jön mellette és szedi ki azt is. Szóval nem értem egyszer. Nem bírom megfogni őket. És olyan károkat csinálsz az idén. Idén elég fura minden. Sok a kár. A kár, a kár. Van sok kár. Van sok betegség, van sok mindenből. De hogy hallom mindenfele. És egyszerűen nem. Nem lehet ellene nagyon semmit tenni. Sajnos ilyen ez. Ezt még nem találták meg a kacsák, hogy itt is van egy víz. Na jó van. Holnap locsolnom kell. Holnap locsolás lesz. Ja. Jön az asszony, máma hozom. Hoz nekem egy nagy izét. 2 kilós vagy kilós jégkrémet, mert azt mondta, hogy meg tudom csinálni a traktort. Nem kell szerelőhöz vinni, kapok egy óriási nagy jégkrémet. Aztán megcsináltam a traktort. Jaj, de szép ez a banán, nem? Ne jó van. Nézzétek csak, mutatok valamit mindjárt. Szóval mennyi szilva
rengeteg sok szilva lesz az idén. Nagyon örülök neki. Bár a bolond idő sokat lerázott belőle, de nem rázott le annyit, mint az almából. Az almát nagyon elintézte. Szóval ezt még megmutatom, azt megyek a francba. Nézzétek meg. Tele van a föld almával. Hát persze, lehetne azt mondani rá, hogy legalább nem kell ritkítani, mi? Van még azért rajta rengeteg. Szóval van alma, nem mondanám azt, hogy nincs. Mert van rajta sok. Az ágat húzza lefele a sok alma, még mindig. Szép is az almácska. Szép termésünk lesz az idén, ha csak nem jön közé. Még 2-3 ilyen. Jó kis vihar, ami leráz mindent. Nézzétek. Jó lenne ez. Jó. Ha az időjárás engedi, akkor jó lesz. Akkor jó lesz. Bár ezen nincs. Ezen nem tudom, nem kötött. Nem rajtok rajta egy szemet se. Pedig finom alma, nem tudom miért nincs rajta. A bőralma ezen van, de ez nem a kedvencünk. Na, és akkor ez a íze. Ebből a nagy fából, vagy ennek az almájából csináljuk a ízét, a levet mindig. Azért nem metszettem tavasszal, mert úgy voltam vele, hogy ilyenkor nyáron majd meglátszik, hogy melyik a száraz ág, és akkor nyáron szépen legaljazom a szárazát. Na, itt viszont van alma bőven, nézzétek, leverte a rohadék szél. Hát persze lehetne sok mindent mondani, mindegy az ember hova lép, tele van minden almával. Hát tudom, felétek is biztos ilyen ez. Már megint ilyen ez a kertészkedés. Mindegy, mit csinálsz, mint a múltkor is mondtam. Akkor miénk a termés, ha leszedtük, befőztük, bevittük le, elraktuk télire, akkor a miénk. Addig nem. Na jó van. Akkor elköszönök tőletek. Sziasztok. Szia, puci.